polgármester úr, hát sajnos azt tapasztaljuk, hogy az élet az folyamatosan próbára teszi az embert, nemrég még a Covid-dal kellett harcolnunk, most pedig össze kell fogni és segíteni kell Zsámbékon, hogyan miképpen teszik ezt. Azt a, mi azt a döntést hoztuk, hogy ezt az irányvonalat követjük, hogy nem kapkodtunk az elején, hanem felvetük a kapcsolatot olyan segélyszervezetekkel, akik tudjuk, hogy évek, évtizedek óta ezzel foglalkoznak. Én azt gondoltam, hogy nem biztos is hogy szerencsés, hogyha így amatőrként, jó szándékú amatőr a határhoz rohangálunk, üzemanyagot pazarlunk, és nem biztos, hogy a leghatékonyabban tudunk itt segíteni. Végül a Magyar Látai Szeretett Szolgálatnál ragadtunk le, tehát velük egyeztünk meg, tőlünk kaptunk olyan listát, hogy mire van szükségük a, a, határnál, és azt is megbeszéltük, hogy nem kell odaszállítanunk, hanem a budapesti központi raktárokba gyűjtik. Ezért aztán egy kicsit később, tehát szombaton hirdettük meg a, a magát a gyűjtést itt Zsambékon, tehát a más településekhez képest talán kicsit de már vasárnap annyi eszköz, és olyan dolog, amivel segíteni tudtunk gyűlt össze, hogy hétfő reggel már el kellett indulni egyrészt a hivatali kollégáimnak, másrészt pedig egy zsámbéki vállalkozónak teherautóval, tehát két megrakott teherautóval elindultak a Magyar Mátai Szeretetszolgálathoz. Majd hétfőn megint annyi gyűlt össze, hogy következő nap pedig három autónyi eszközt juttattunk ugyanide. És most ugye újabb két nap elteltével úgy állunk, hogy megint két autónyi fel elszerelést fogunk tudni beszállítani Budapestre, ezt a kollégák hamarosan pakolják, és akkor elindulnak vele Budapest irányába. Van egyébként valamilyen fix eljárásrend, hogy egy ilyen helyzetben egy településnek mit kell biztosítania, vagy akár hogyha a menekültekre gondolok, hogy itt zsámbékon hány menekültet kell tudni elhelyezni. Ugye ezek nagyon fontos kérdések, és az sem mindegy, hogy mennyi időről lesz szó. Igen, nincsenek erre pontos számok, ugye hát nyilván van egy polgári védelmi rendszer, hogyha ennek életben. Tehát olyan annyira feszülne a helyzet, akkor ez nyilván életbe lépne, és akkor ez alapján járnánk el. Zsámbékot nem kereslik meg még ilyen formában a hivatalos szervek. Már ilyen szállás szempontjából, de van több felajánlásunk egyrészt az egyház részéről, másrészt magánszemélyektől is, hogyha úgy alakul, akkor a körük szívesen fogadnak be. De nyilván vannak olyan intézményeink, iskola, tornaterem, hogyha szükséges, vagy hogy akár az óvodái, akkor ezt ilyen célra kell felhasználunk a különböző polgári védelmi szabályok szerint. De látom, hogy hallom a hírekből, és tudom a szomszédból, például a Herceghalomról az abakusz szállodát jelölték ki tulajdonképpen szállásnak, hiszen szintén így a polgári védelmi rendszer keretében. Tehát, hogyha ha ilyesmi történik, akkor nyilván ezt végre végrehajtjuk, egyelőre nem volt rá szükség. Mik azok az adományok, amikre a leginkább szükség lenne, el, tud -e erről valami? Én mondjam, lehet, hogy szeretett szolgálat kérését szoktam tolmácsolni, hiszen azt gondolom, hogy ők azok, akik tényleg értenek ehhez a témához. Tehát ugye gyakorlatilag a víz, a különböző tisztálkodószerek, a, ott a szájhigiéni és a, nyilván az egyéb testápolási eszközöktől keresztül a, a belenka, a nedves törlőkendők, kötszerek, a vénynél külkapható gyógyszerek, és hát a tartós élelmiszer egyértelműen, tehát ezek, ezek voltak, amiket gyűjtöttünk. Bocsánat, kifelejtettem egy, egy jelentős tételt, igazából a szállítási szempontból a matracokat, tehát matracok, takarók, hálózsákok, ezek is nagy számban gyűltek, és erre van is igény. Amire Viszont a hozzánk érkező jelzése alapján nincs azok a, a, lehet, hogy máshol igen, de itt itt pont nincs, azok a ruhaneműk voltak, amivel így igazából az van, hogy a Máltánál például egész évben gyűlik, tehát az a jelentős készletekkel rendelkeznek, úgyhogy arra pont nem tartottak igényt. Hogyan látja a zsámbéki emberek, mennyire voltak érzékenyek a helyzetre, mennyire lehetett őket aktiválni, és mennyire folynak bele a történésekbe? Hát azt kell mondom, hogy nagyon, és, és kimondottan felemelőnek érzem egyébként. Tehát, ma reggel fogalmazódott meg bennem, hogy, hogy ezt kéne, hogy a fejében tartsa mindenki, hogy ilyenek vagyunk mi magyarok. Tehát én azt gondolom, hogy ez az, ami ami a, a valónk és a, a lényünk. Nyilván vannak máskor nehézségek, konfliktusok, viták egy de, amikor egy ilyen baj történik, akkor azt látom, hogy pártpolitikától és mindenféle egyéb szemponttól függetlenül egyként tudunk mozdulni, és ezt így Zsámbéka nagyon jó volt megélni, hogy a zsámbéki polgárok erre alkalmasak, és ez a szándék, ez, ez megvan bennük. Aki szeretne adni bármilyen adományt, hova teheti, hova viheti el? Nálunk a zsámbéki polgármesteri hivatalt jelöltük ki, ilyen kvázi gyűjtőpontként, a tanácsterembe gyűjtjük a, ezeket az eszközöket. Hétköznap tulajdonképpen munkaidőben fogadják a kollégák az ideérkező dolgokat. És hétvégén is kijelöltük a Szombatot 9-től 12 óráig, tehát, hogy valaki hétköznap munkája miatt egyebek miatt nem tudna ideérni, akkor ezt hétvégén is le tudja adni, és akkor ezt ameddig szükségem fenntartjuk ezt a rendszert.